jó Isten éltesse erőben, egészségben, nagyon sokáig itt közöttünk és szerettei körében. Kónya István a polgármester virággal és oklevéllel. Nagyon sok szép pillanatot kívánok a családra közöttem. Jó egészséget, jó vagyok itt. Timár Andrea aljegyző pedig tortával köszöntötte a 90 éves Bíró Bélánét. Erzsike néni gyomán született, majd férjével Szarvason éltek, végül Gyulára költöztek. Férjével, Bíró Bélával 67 évig éltek boldog házasságban. Ő 5 éve, 93 éves korában hunyt el. Házasságukból egy lányuk született, aki Gyulán él és dolgozik. Az ünnepeltnek egy fiú unokája van. Erzsike néni kiemelte, ő a mindene, nagyon büszke rá. Könyve is már olyan is van, hogy publikált könyve, az is itt van megjelent. Úgyhogy ez az öröm nekem, csak ő egyedül van. Nincs többet. Testvérem is meghaltak, egy testvérem van. Én maradtam meg magnak, legöregebb vagyok. Mind fiatalabb volt nálam, és már elmentek. Csak a húgom van. Három fiú volt közben, mind nagyon gyorsan meghaltak. A szépkorú 8 évvel ezelőtt lakásának lépcsőházában elesett a lépcsőn, többszörös csigolyatörés szenvedett, azóta mozgásában korlátozott. Kizárólag a lakásában tartózkodik, járókerettel közlekedik. Ez nagyon megviseli. Emellett számos egyéb betegséggel is küzd. Erzsike néni gondolkodása friss és fiatalos, sok keresztrejtvényt fejt, tévét néz, de a társaság nagyon hiányzik neki. Csak mosolyogni lehetnek, örülök, hogy egyáltalán még így, ilyen állapotban vagyok és élek, hogy nem vagyok rászorulva senkire, az is sokat jelent. Nálam sokkal fiatalabb emberek is még nyomorultabb helyzetben vannak, és na, szóval nem tudok mit mondani. Úgyhogy ha azt veszük, akkor én még csak hallgassak. Erzsike néni szerint a hosszú élet titka boldog, nyugodt, kiegyensúlyozott családi élet és egy jó házi orvos.